Létezik-e városi hangöntudat? Erre kereste a választ Mizsei Zoltán, a Kőszeg Hangzóváros kreatív programsorozat ötletgazdája. Különleges előadásában sorra vette a város hangjait, kezdve az összecsengő templomi harangokkal, amelyek kirajzolják a belváros hangtérképét. És van a nagy harang. A hang az sokkal átfogóbb, mint a zene vagy a muzsika. Mindenre utal, a harangokra, a csivitelő madarakra, a szélre, az esőre, az emberek hangjaira, mindenre, ami körülvesz minket. Felidézte az 1532-es várostromot is a hangok segítségével. Ibrahim új rohamra vezényelte harcosait, eget hasogató rivalgások, dobok pergése, táragató riadása, lőfegyverek ropogása, ágyuk dörgése között kőszíjadán rohantak, a bástyák rendkezése. Kőszeg minden ízében hangzó város volt már a középkorban is. Kürtel jeleztek mindent, az érkezőket, a távozókat, a postakocsikat. 1840-ben megalakult a Hangász Egyesület, amelynek minden hanggal, zenével foglalkozó személy a tagja lehetett. A városi hangöntudatnak részesei a polgárok, akik a saját hangöntudatukat fogalmazták meg, hát nem 1840-ben, sokkal korábban, de ez egy jól körülhatárolható időpont, amikor a Hangász Egyesület megalakult, és ez mind annak, aki Kőszegen hanggal foglalkozik, egy jó támpont, kiinduló pont. A 100 évvel ezelőtti időszakból maradt fenn a legtöbb kotta, műsorlap, fotó és hangszer. Akkoriban mindenki a zenében élte ki művészi hajlamait, még a polgármester is dalt szerzett és énekelt. Ekkor ugye a zenehallgatás és a zenélés a városi polgárság életének meghatározó része. Ez tényleg azt jelenti, hogy mindenhol zene szólt, minden pillanatban. A családoknál, a szalonokban, biztos, hogy volt a kocsmában a zongora. A polgárok a templomi énekkarokban énekeltek. Ezt ugye mutatja, hogy mennyire teli van tömbe kottával. Tehát körülbelül 1000 kotta van, amit használtak annak idején. Heti rendszerességgel az nem kevés. Egy lefelé ív. Az építészet megfagyott zene. A homlokzatok ívei hangszeren is lejátszhatók. Mizsei Zoltán ezt is bemutatta a hallgatóságnak. A Tudomány a kocsmában sorozat célja kihozni a tantermi környezetből az ismeretek terjesztését, és közelebb vinni a különböző tudomány és művészeti ágakat az emberekhez.